Erre a napra a szervezők színes programokkal is készültek. Sor került a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program karcagi kertjeinek a termény bemutatójára, valamint a helyi díjátadó ünnepségre. Megrendezésre került a szörp és lekvár verseny. Idén először szerveztük meg a házi szörp és lekvár készítő versenyünket. Szeptember elején hirdette meg a Dériné Kulturális Központ, és elmondhatom, hogy igen nagy számban volt érdeklődő a verseny iránt, hiszen 32 pályamunka érkezett be, 7 szörppel neveztek, illetve 25 lekvár érkezett, és ez különböző ízesítésű, a céklától kezdve a hagyományos szilva lekvárig mindenféle finomság érkezett be a Dériné Kulturális Központba. Egy 3-tagú szakmai zsűri döntött a lekvárok, illetve a szörpök sorsáról ezen a héten hétfőn, és az elsődleges szempontjuk az volt, hogy a régmúlt receptjét elevenítsék fel ezek a lekvárok, hiszen a célja is ez volt a versenyünknek, hogy minél több különböző, különleges lekvárokkal ismerkedhessünk meg, illetve a nagymamák féltve őrzött receptjeit is magunkénak tudhassuk. Úgyhogy ezek voltak elsődleges szempontjai a zsűrinek, és akkor ma délben, vagy délután, ebéd után fog sor kerülni arra, hogy az eredményhirdetés megtörténjen. Volt hagyományos ételkóstolás, a legkisebbeket a népi játszótér és a kézműves foglalkozások, valamint a légvár szórakoztatta. Lehetőség nyílt az Egészségfejlesztési Központ szűrővizsgálatain történő részvételre, valamint a Csimota és a Credence zenekar szórakoztatta a megjelenteket. Tudtuk meg Kunni Nánási Mónikától, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetőjétől, aki a továbbiakban a következőkről szólt. Idén 4. alkalommal, tavaly már 5 alkalommal szerveztük meg ebben a pályázati program keretében belül a családi napot, és az a tapasztalatunk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a családi nap iránt, és igénylik a családok, a karcagi lakosság, hogy ilyen jó időben, reméljük, hogy jó időben, és most úgy néz ki, hogy jó idő lesz ránk, hogy programokat szervezünk nekik. Úgyhogy a célunk az a pályázat keretében, hogy karcag kistérség közösségét fejlesszük, és minél inkább, minél több mindenkit bevonjunk ebbe a programba, ezért is vannak itt velünk kirakodóvásár keretében kézműves termékeikkel a árusok, és nem csak karcagi árusok, hanem a környező településről is hívtunk meg kézműves tevékenységet bemutató, illetve kirakodóvásár keretében termékeiket bemutató árusokat.